A váratlan vereség után, amit az első fordulóban szenvedtek el, úgy tűnik magukra találtak az ISS Makói SVS-e sakkozói. Azóta mind a két mérkőzésüket megnyerték. Előbb a Dunaharasztit, majd a Decs csapatát győzték le. Hát alapvetően szerettük volna ezt a két győzelmet, viszont ez egyáltalán nem volt papírforma. Mint már korábban beszéltünk róla, gyakorlatilag a negyediktől a tizedik helyig gyakorlatilag bárki lehet. Szerencsém múlik csak, hogy ki hol fog elhelyezkedni. Alapvetően az első meccsünk a Dunaharaszti ellen volt, ott idegenben játszottunk, gyakorlatilag ott arra számítottunk, hogy hát azért reméljük, hogy egy 6-6-ot sikerül elérnünk, de majd meglátjuk, mert általában, hogy mondjam, otthon azért jobban felszoktak állni a csapatok. Itt is ugyanez volt a Dunaharaszti, gyakorlatilag a legerősebb felállásával kiállt, hogy majd sikerül legyőzni a Makót. Szerették volna, nem így sikerült, gyakorlatilag ott 7-5-re sikerült győznünk. Itt ugye már bemutatkozott a szerb olimpikonunk. Ő az egyik nagyon erős magyar nagymesterrel sikerült egy döntetlent elérnie, úgyhogy ennek alapvetően nagyon örültünk. Utána következett a múlt hét végén a Decs elleni eredmény. Na most gyakorlatilag annyit kell tudni a Decs, hogy tavaly 10,5 másfélre kaptunk ki a Decs-től, tehát valami iszonyatos gázolás történt, ott valahogy mindenkinek rosszul sikerült minden, és ugyanígy ők jöttek hozzánk, mint ahogy idén is. Na most gyakorlatilag, hát idén már jobban kijött a szerencsénk. 8,5-3,5-re sikerült legyőzni a Decset itthon, úgyhogy ez egy szenzációs eredmény gyakorlatilag, mert jóformán, nem egy jóformán, a legerősebb felállásukkal álltak föl, elhozták a szerb játékosaikat is. Sajnos idézőjelesen tartalékosan álltunk ki, ugyanis az első táblásunk Erős Viktor az nem tudott játszani, mert az osztrák bajnokságon játszik, vagyis játszott akkor. Ezért ugye a szerb olimpikonunk játszott az első táblán. Alapvetően azt gondoltuk, hogy ott egy békés döntetlen lesz a két szerb játékos között, mégiscsak mind a ketten szerbek. Ettől függetlenül gyakorlatilag, amit ígért a játékosunk, hogy hozza a legjobb játékot, sikerült is, mert le is győzte az ő első táblásokat, és akkor gyakorlatilag utána meg szinte az időzavarban mindig nekünk jöttek ki a jobb lépések, és akkor így sikerült ez az eredmény. A következő héten a Szombathely érkezik, a táblázaton jelenleg a harmadikok. Általában az ilyen második, harmadik helyre esés Szombathely. Hát most nem tudom, most nagyon nagy lendület van a csapat, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy sikerül valami jó eredményt elérni, ugyanis azért itt már ugye Viktor is játszani fog, és gyakorlatilag most már tényleg a komplett csapattal ki tudunk állni, tehát legalábbis senki nem jelezte azt, hogy bármi probléma lenne. Nyilván előfordulhatnak sérülések, nyilván nem sakkos sérülések, hanem mint ugye a múltkor is ugye a Nagy Dani egy foci mérkőzés során eltörte a kezét, aki viszont most az előző fordulón már játszott az NB2-ben. Az NB2-ben is annyit még szólnék róla, hogy ott az Újszászán lejátszottunk, aki előző idényben még NB1-B csapat volt, tehát egyel följebb játszott, mint a kettes csapat. Gyakorlatilag őket is sikerült egy 7,5-4,5-re megverni, ami szintén egy nagyon szép eredmény.